A fonák kereszt technikailag tükörképe a tenyeres keresztnek, ugyancsak nyílenyenesen fogunk elindulni az első sarok felé, következőképpen néz ki. Három lépésből ideérünk, ütő fönt van, kilépő lábbal szemben megütjük a labdát, a törzs ráfordul az ütésre, mert találjuk a labdát hosszan kivezetve, az ütés végével visszaérünk a tére, és itt is ugyancsak az oldalfalat kellene elsősorban eltaláljuk, ebben a téglalap részben minél alacsonyabban, hogy labda gyorsabban tudjon kettőt pattani, így az ellenfelünket magunk mögé kiszorítva, mi a T-pozícióba gyorsan visszaállva, könnyen meg tudjuk nyerni a labdamenetet.